Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Balatonbogláron. Örülök, hogy eljöttetek. És kezdjük ebben a mennydörgős, de annál békésebb estében a darma beszédünket az Óm Nám mantrával közösen hétszer. Oh. Köszönöm szépen. Kint sötétedik, és idebent világít a fény. Megszoktuk, hogy ha fény van, akkor látunk. A külső látást ez a sok-sok foton segíti. Belül milyen fényen látsz. Belül mi az, ami mutatja a karmádat. Ahhoz milyen fény kell, hogy tudd, hogy ki vagy. A belső látás az nem foton függő. A belső látás egy olyan tükörszerű tiszta tudaton múlik, amelynek nincs fogható tulajdonsága neve vagy formája. Mégis ez az, ami emberré tesz minket. Jobb hiány, ezt elnevezzük egy csomó mindennek, vallást csinálunk belőle tudományos módszerekkel vizsgáljuk de valójában ezzel nem érünk célt. Akkor, hogyha befelé fordítjuk az energiánkat, és gyakoroljuk a zent, nem csak tudjuk vagy nézzük, akkor érhetünk el eredményt. A külső fotonokat, hogyha egy hatalmas óraüveggel te összpontosítod, fókuszálod, akkor képes papírt felgyújtani, képes gyertyát meggyújtani, képes addig hevíteni egy gyémántot, hogy az a márványt elkezdi olvasztani. Tehát a fény nagyon sok mindenre képes, csak dolgozni kell vele. Belül ezt az összpontosítást figyelemnek hívjuk. Mi kell a figyelemhez? Jelenlét. Ha jelen vagy, tudsz figyelni. Ha figyelsz, tudsz összpontosítani. Ha nem vagy jelen, nem figyelsz, nem tudsz összpontosítani. Szét vagyunk szorva. Amikor Sunxelsen mestert arról kérdezték, hogy a lényeg hogy működik, azt mondta, végtelen, mint a tér, és olyan, mint a tűhegye egyszerre. Tehát jelen vagy. Látsz a szemeddel, hallasz a füleddel, gondolkodsz az elméddel, érzel a szíveddel, de közben az eredeti tudatod térszerű, tükörszerű természete nem vész el? Ez az, amikor a csepp tudja, hogy az óceánban van, de nem felejti el a csepségét, nem téveszti össze magát az óceánnal. Mi történik, hogyha nem vagy jelen, mert az elméd elvisz téged sok más helyre. Hogyha csak 10%-ban nézel ki a szemedből, az összes többi az valami elvont képanyag, képzelődés, álom, vágy, taszítás. Nagyon gyakran az elménk tevékenysége elveszi a jelenlétünket, ezt onnan veszed észre, hogy nem tudunk egymásra figyelni. Mindig valami mást csinálunk. Ez akkor jön ki nagyon szomorúan, amikor mondjuk szeretet kapcsolatban élünk. Ha nincs jelenlét és nincs figyelem, akkor szeretet sincs. És ahhoz, hogy jelen légy, ki kell üríteni magadat, ahhoz, hogy tudj figyelni, ahhoz fokuszálni kell, és ahhoz, hogy tudj szeretni, ahhoz viszont föl kell adni az egoitásodat. Ha ez a három nincs meg, akkor az emberi minőségünk nem működik rendesen. A jelenlét az nem alkutárgya. Nem tudod elmagyarázni a gyereknek, hogy jaj, kislányom, kisfiam, tudod, hogy most hol voltam, és én ott mit csináltam? Rád néz a gyerek könnyes szemmel, apa, három napja nem látlak. Nem tudod magyarázkodással megoldani. Figyelem, ugyanez, Anyuci nem figyel, és túlsózza az ételt, nagyon sok mindent lehet a vacsora asztalnál mondani. Hát kis kisfiam, most pont ezt a Youtube-ot néztem, ezzel a nagyon érdekes szerzetessel, és nem figyeltem a levesre. És ezért elsóztam, és most sós levest fogunk enni. És amikor szeretett kapcsolat sérül, mert a falak mögül nézünk a másikra akkor nem tudjuk a feltétel nélkül itt megtapasztalni. Nem tudunk egy sem a test, sem a lélek szintjén. A zen az egyévválást tanítja. Amikor a szalszkit gyána szóval találkozol, akik jogával foglalkoznak, azok már biztos találkoztak vele, akkor pontosan azt tapasztalhatod, ami benned és bennem, bennünk a közös. Ez a lényeg. Ha félre tudod tenni a gondolkodást, ha le tudod dönteni a falat, ami te magad vagy, akkor egyé tudsz válni, és ez a végtelen tér, végtelen idő meg tud valósulni benned. Valójában ezt nem kívülről kapod. Ez már benned van csak nagyon vastagon le van fedve a karmád rétegei által. Hogyan? Ragaszkodsz, azonosulsz, és téves nézeteket alakítasz ki. Amikor ez megtörténik, akkor az önvalód és az önképed elválik egymástól. Mást hiszel magadról, mint aki vagy. Ennek következtében a többi emberről is mást hiszel, mint amik ők. Ha magadat nem ismered, a másik emberhez sem tudsz kapcsolódni rendesen. Fordítsd meg, ha állandó kapcsolati problémáid vannak, és állandóan félreismersz embereket, és ők téged, akkor te nem tudod, hogy ki vagy. Nincs integritás. A gondolataid, az érzelmeid, a beszéded, a teteid mind más felemennek, és követeled a világtól, hogy figyeljen rád, hogy szeressen téged, hogy legyenek emberek jelen az életedben, miközben te óriási távolságot teremtesz az önkép és az önvaló között, és nem vagy önmagad. Nem tudod ezt az avatárt, ezt a személynek mondott berendezést rendesen üzemeltetni. Nem vagy egyben, szét vagy szórva, haraggal, kapzsisággal, Hamis azonosulásokkal, tele elmével mászkálunk jobbra-balra. Hogy várhatjuk el, hogy egy jobb világban éljünk? Majd valaki megteremti helyettünk? Ezt egy párszor már megpróbáltuk itt, nyugaton. Ahol azt hisszük, hogy helyettünk teremtenek. És mindig rosszul sült el. Mindig beleszaladtunk valamilyen ordas ideológiába, nézetcsoportba vagy izmusba, és ezek az izmusok előbb-utóbb írtóhadjáratot jelentettek. Inkább tisztuljunk, és ne pusztuljunk. Nem ugyanaz. Hogy nézd meg, hogy amikor te befelé fordítod az energiádat, és összpontosítod a figyelmedet erre a pillanatra, mi történik? Hát elindul a tánc. Elindul a tánc, ami a valóság és az illúzió között van. Az illúzió, amit megszoktál, a valóság, amit akarsz, de nem ismersz. És a zen az egy rendkívül egyszerű műfaj. Tedd félre a dualisztikus gondolkodásodat azért, hogy ne teremts távolságot az önképed és az önvalót között. Nincs külön gyógyszer. Ha te teremted a problémát, te is fogod megoldani. Tehát a kettősségekre alapozott abszolút nézetek, a kimozdíthatatlan önkép, a változtathatatlan világkép, ezek a saját egyéni izmusaink. Ebből kéne kijönnünk. Mert amíg ezeken keresztül szűrjük a valóságot, például a másik embert, addig nem látunk tisztán. Ezen tisztánlátás hiánya minden tévedésünk alapja. Tehát semmi más nem kell tenni, mint a külön elgondolt egyént, a külön tételezett önképet, azt a specialitást, ami épp most te magad vagy, mert azt hiszed magadról, azt kéne félretenni. És ekkor megvalósul az, amit a zen úgy hív, ha át akarsz jutni ezen a kapun, ne engedj a gondolatnak. Ez itt a mi féltekünkön elég szokatlan. Azt szeretnénk, hogy valaki megmondja az üdvözítőt, azt a logoszt, amitől te jobb ember leszel. Tegye meg azt a mozdulatot, ami a megváltás művét előre segíti. De valójában az alfa és az omega bennünk van, a probléma és a megoldás bennünk van. És hogyha csak egy picit mersz, Elcsendesedni, egy picit félremered tenni azt, akinek képzeled magadat, hirtelen megváltozik a világ. Ha egy kicsikét kevésbé intenzíven gyakorolsz, fokozatosan változik meg a világ. A zen eredetileg nem vallás, nem tudomány, nem pszichológia, nem filozófia, bár ezekből a nézőpontokból is lehet fogyasztani ezt Ázsiában láttam, ott már csak Koreában 1700 éve művelik, és a társadalom bizony felhasználja az eredményeit. Hogyha kíváncsi vagy arra, hogy a 20. században Dél-Korea hogyan tudott azzá lenni, azzá az országá, ami lett, akkor három nagy dolgot tanulmányoz, a buddhizmust, a taoizmust és a konfucianizmust. Ugyanis ezek azok a nagyon-nagyon sok évszázada működő tudatformák, amelyek például Kórea társadalmát formálták olyanná, ami ennél lett egészen, azt mondom, a 90-es évekig, a múlt században, vagy az ezeret fordulóig. Utána már nagyon sok más erő is közre közrejátszott abban, hogy változzanak egy más irányban. De enélkül a tudatforma nélkül, enélkül a hagyomány nélkül, nem tudták volna felépíteni az országukat a kórei háború után. Ezt azért mondom, mert minden nemzet életében keletkezés és megszűnés, nemzethalál és nemzeti újjászületés körüli helyzetek vannak. Ezt mi is átéltük az elmúlt 100-120 évben nagyon sokat. Milyen tudatforma mentén szerveződtünk újjá? Mi volt az újjászületés tudati alapja? Milyen eszméket, izmusokat, fixa ideákat emeltünk be az újjáformálódó identitásunkba. Ezért kell nagyon jól körülnézni, mert a mostani erényeink és hibáink mind azon az alapvetésen múlnak, amelyeket évtizedekkel vagy esetleg évszázadokkal ezelőtt megtettünk, amikor meg kellett tenni ahhoz, hogy egy új korszakot kezdjünk az életünkben. Ez igaz a csoportkarmánkra, igaz a családi karmánkra, igaz a párkapcsolati karmánkra és az egyéni karmánkra is. A karmának ez a négy nagy osztálya van. Ha ezt megfigyeled, akkor a benne lévő információ, a benne lévő nézetvilág, önkép és világkép, ez adja azt, ami a karma gerince, ez a hitrendszered. A hitrendszerből lesz egy értékrend, és az értékrendből lesz egy életrend. Ezt az információt energia teszi valami vé. És erre az energiára szükségünk van, legyen az érzékszervi hatás, anyagi minőség, vagy bármi egyéb. Ha megfigyeled, akkor a karma az energia és információ vegyítéke. Látsz valamit, azt elnevezed, azt mondod, hogy padló. Megmondod a színét, hogy világos barna. Összehasonlítod a sötét barnával és a még világosabb barnával. Azt mondod, hogy ez egy jó padló, mert nem recseg. Utána erre emlékszel. Emlékszel, hogy itt voltál Balatonbogláron, és láttál egy világos barna padlót, amely nem recsegett. És elhiszed, hogy akkor ez így jó, mert nem szereted a recsegő padlót. Tehát a karma összetevődik abból, hogy mit látsz, és utána pedig milyen információt adsz neki. Hogyha te elhiszed, hogy csak ez a lény lehetsz, és nem változol, akkor a válságok fognak téged jobbról balról pofoncsapni, és majd annak következtében csak nyomásra, csak kényszerre változtatsz magadon. Hogyha belül mersz látni, akkor látod azt az információ halmazt, ami a karmádnak a gerince. Ez az önazonosság, ami a hitrendszerednek a legmélyebb pontja. Ha felébredsz, ez lesz a legmagasabb pontja. De amíg az önképed és az önvaló távol van egymástól, addig ez a legmélyebb pontja, mert itt követed el a legnagyobb hibákat. Tehát a gyána, mint elmélyed, és azt jelenti, hogy befelé fordítod a figyelmedet, ez a kezdő meditátoroknak az instrukció, aztán amikor már gyakoroltál egy ideig, akkor a külső és a belső egyé válhat. De ha te belül nem takarítasz ki, akkor előbb-utóbb pusztulsz, vagy pusztítasz, mert nem tisztítottál, és ezért nem tisztultál. Nagyon nem mindegy, hogy a felmosóronynak melyik oldalán vagy. Ha fősön, akkor tisztítasz, ha az alsón, akkor pusztulsz. Ezen a világon három nagyon nagy folyamat zajlik egyszerre. Az egyik a teremtés, a másik a megtartás, a harmadik pedig a lebomlás vagy lebontás. Ehhez a három folyamathoz a hinduk három nagy isten alakot rendeltek. Az egyik Brahma, a teremtő, Visnó a megtartó, és siva a tisztító, pusztító, lebontó. Attól függ, hogy pozitív, negatív vagy semleges módon szeretném ezt látni. És mi itt nyugaton csak a teremtő istenségről beszélünk. Aztán azt is mondjuk, hogy az Isten tartson meg, és amikor nagyon rossz napunk van, akkor egyebeket is mondunk az ő neve után, amit most nem idézek. De az a helyzet, hogy ezt a hármat Keleten azért választották szét, hogy nagyon jól lássuk, hogy most épp mit csinálunk. Ne az legyen, hogy egyszerre teremtsünk és pusztítsunk, mert ezt nagyon jól tudjuk, mi emberek. Úgy tűnik, hogy teremtünk, de valójában pusztítunk. Úgy tűnik, hogy megtartunk, de valójában csak birtoklunk. Úgy tűnik, hogy adunk, de valójában kapni szeretnénk. Ezek a játszmáink. És hogyha megnézed, akkor Ázsiában a teremtő Brahmának van a legkevesebb temploma. Van, de nagyon kevés. Visnúnak már jóval több, hiszen a teremtés az úgy tűnik megy emberi szinten is, meg már kialakultunk valahogy, csak szaporodunk. De a megtartás, hogy az maradjon meg neked emberben, anyagban, aki és ami szükséges, az már egy jóval kacifántosabb, kínosabb művelet. Olyat már átéltél, hogy a legszeretettebb kapcsolatodat vesztetted el, és a legrusnyább, legterheltebb az mindig ott van melletted? Attól valahogy nem tudsz megszabadulni, mert azt megtartod. És akit szeretsz, azt egyszer csak elveszítetted. Hogy van ez? Hát úgy, hogy a visnu elvel, a megtartás elvével nem voltál tisztában. Ahhoz ragaszkodtál, akihez nem kellett volna, és azt engedted el, akit nem kellett volna. Ha a dualitások természetével tisztában vagyunk, akkor meg tudjuk hegeszteni ott a valóságot, ahol szeretnénk, és vágni tudjuk ott ugyanazt a lemezt, ahol nem szeretnénk. És a legtöbb temploma, Sívának van. Azért, mert a mulandóság, a kötöttség és a tökéletlenség mindenkinek az osztály része. Felnövekvésünk része az, hogy ezt tapasztaljuk. És a siva kultusz arra megy ki nagyon, hogy lehetőleg tisztuljak és ne pusztuljak. És így megtarthatom azt, akit szeretnék az életemben. A zen nem dolgozik külön Isten alakokkal, de Indiából származik. Ezer évvel Sákyamuni után Bodhidharma vitte át Kínába, és az ő kínai munkássága az, amely a korábbi több évszázadnyi szútra műveltségre rátette a zen pecsétjét. Ez a pecsét a zen négy alapelve, amelyet már hallhattatok korábbi dharma beszédeken is, de fontos, hogy itt is idézzem. Az első, nem támaszkodás az írásokra. A második, közvetlenül az ember tudatára való irányulás. A harmadik, a felébredés egyenlő igazi önvaló tapasztalatával. A negyedik, tudattól tudatig való közvetlen átadás. Ez négyszer négy kínai karakter, és ezen az alapelven, vagy négyes alapelven nyugszik az egész tan hatalmas négylábú asztal, és minden ráfér. Nem kell több. Az összes többi szútra ezt cizellálja. És amikor Bodhidharma Kínába ment, akkor nem vitte magával az indiai istenségeket. Mi itt nyugaton szeretjük a rendszert, szeretjük a struktúrát. Nagyon sok mindenbe bele tudunk szerelmesedni, hogy ez milyen gyönyörű gondolat, Mondják a fiúk. Hogy milyen jó érzés ezt tanulmányozni, mondják a nők. És amikor azt hallod, hogy ne támaszkodj az írásokra, akkor azt érzed, mint a kisgyerek, akinek elvették a játékát. Tehát nőjünk föl. Ez az elsőnek az üzenete. A második, hogy a közvetlenül az ember tudatára való irányulás, az azt jelenti, hogy nincsenek szimbólumok, nincsenek köztes rendszerek, nincs egy szükségszerű papi réteg, nincs teizmus vagy ateizmus, semmi olyasmi nincs, ami közted és a valóság között lenne. És ezért a zen meditációja alatt a karmádat nagyon közvetlenül tapasztalod. A tükröt nem védi előled semmi sem. Így téged sem véd semmi a látástól. Ezért a zen nem magyarázkodik, nem alkot rendszert, ami interpretálja a valóságot, vagy megmondja neked, hogy te jó vagy, vagy rossz vagy. Látod te azt magadtól is, csak néha nem akarod, vagy nem mered. Látod te azt, hogy most boldogságot teremtettél, azzal, amit mondtál, vagy tettél, vagy szenvedést. Éreznünk kéne magunknak is, hogy a gondolatainkkal és az érzelmeinkkel szeretetet adtunk és kaptunk, vagy pedig újabb gyűlölet lesz belőle. Ezt magunknak kell látni. És ez a felnövekvés második nagy fokozata, hogy az ok és okozat látása nem megy másképp, csak ha a tudatra közvetlenül Rátekintünk, mert így nézzünk egyenesen a tükörbe. Nincs semmi, ami ezt gyengítené, gátolná, vagy segítené. Ez bőven elég, hogy közvetlenül az emberi tudatra irányulunk. A harmadik azért fontos, mert Ázsiában rengeteg olyan ö, mellékszál van, hogy a felébredés az, amikor pont-pont-pont. Amikor mágus vagy, amikor tudós vagy, amikor tökéletes vagy, amikor nagyon tiszta vagy, amikor már jársz a vizen, amikor élve el, 90 napig, és mégis élsz. Tehát ezek az attribútumok ugyanúgy rárakódtak a felébredésre, ahogy a nyugati teológiának a tanai az Isten képet kialakították, és ezzel az Isten élményt nagyon messzire tették az emberek számára. Úgyhogy a harmadik ezt tisztítja le, a felébredés egyenlő önvalód teljes tapasztalatával, és nem más Nincsenek egyéb kitételei. Ez minden. És ez bőven elég. Honnan tudod, hogy ehhez közelítesz, hogy mersz őszintének lenni? Kimered mondani? És tudod, hogy neked és a másiknak egyaránt fontos. Amikor nem mersz őszintének lenni, akkor mindig kibúvókat keresel. Ez az, amikor a tannal letakarjuk a szemünket, a tan materiális vagy mentális része úgy érvényes, hogy védem magam. Védem azt az ént, amit egyébként tisztítani és kinyitni kéne, de még jobban bezárom. A legrosszabb az, amikor a darma eszközeivel elvágom a helyes működésemet, ahelyett, hogy az illúzióimat vágnám el. És ez nagyon-nagyon sajnálatos. Ezt nyugaton rendre elkövetjük. Ezt akkor szoktuk, amikor tényleg ragaszkodunk az írásokhoz, és így megfogtuk a szavakat, és kőkeményen azonosulunk a gondolkodással, vagy pedig egy rendszerbe beteszem magamat, meg a világot, és nem merek közvetlenül tisztán látni, akkor biztos, hogy nem ébredsz fel az önvalódra, akkor biztos, hogy valami önképet táplálsz. És a negyedik azért kell, mert az átadás az nagyon sokszor ilyen szertartásos módon történt, mai napig egyébként, csak a mi hagyományvonalunkban kőkemény tartalmi megfelelés az, hogy a tanítványnak fel kell ébrednie a tanító tudatára. És hogyha ez a tudattól tudatig való átadás nincs meg, akkor ez teljesen tartalmatlan. Akkor csak egy formalizmus. Lehet hozzá nagyon szép ruhákat varni, egész iparág épülhet rá, lehet, hogy gyönyörűséges botokat faragni, ez nagyon jól néz ki. Én annyira szerettem, nem ettől zen a zen, azt tudod. Én ezt tudom partvisnyéllel is. Volt olyan, hogy otthon felejtettem, és a seprűből csináltunk zenbotot aznap estére. Cirok le, nyél és működik. Nem ettől zen, a zen de jól néz ki, ugye? Tehát az út nem nehéz, csak tedd félre az ítéletalkotó gondolkodásodat. Tedd félre azt az önképet, akinek te képzeled magadat. És akkor tényleg tudsz jelen lenni, Figyelni és szeretné. Kinek van kérdése. Azt szeretném kérdezni, hogy tegyen fél az önképemet, meg az, amilyen vagyok, de hogyan. Tehát, Mit szeretnél tenni az önképeddel? Hát hogy tegyen félre, az előbb azt mondta, hogy uh -huh. éljen meg a valót. Ez olyan, mint ez az enged el. Tehát <laughs> hogyan, hogy. Mi az önképed mondjad. A csend na, sokkal jobb, mint a szentség. Úgyhogy, ha tisztán látsz és tisztán hallasz, akkor abban a pillanatban az önképed nem gátolt le. Ezt most kipróbáljuk. Mi ez? Egy tálca. Ez a tálca jó vagy rossz? Jó. Az első válasz helyes, a második nem. A tárca az nem jó vagy rossz. A tárca az éppen ilyen. Ugyanis visszatudnék kérdezni, mire jó. Igen, jó arra, hogy áttegyem a poharat és a vizes palackot. De nem jó arra, hogy hangsebességgel erőpüljek egyik kontinensről a másikra. Tehát nincs jó vagy rossz dolog vagy ember, és itt már az önkép belejátszik, hogy én jó vagyok. Mindenki jó ember akar lenni, Nézd meg, mindenki boldog akar lenni, jó ember akar lenni, és közben leromboljuk a földet. Meg néha, hogy ha rossz napunk van, akkor le akarjuk gyilkolni a másikat. Hát ezért a jó és a rossz abszolút fogalmát tegyük félre. Ez az önképünknek a, a, a kis maltere, a kis kovásza, hogy én jó akarok lenni, és a rosszat azt nagyon mélyre száműzöm a tudattalanom mélyére. Tehát, hogyha belül is úgy látsz, hogy az első kérdése, ez egy tálca, ez egy gondolat, ez egy érzelem, ez a múlt, ez a jelen, ez a jövő. Ezeket a meditációban nem kell megnevezni, de látni kell. Ettől a látástól megy el az önkép. Az önkép egy rakás projekcióból áll, amiket összeragasztott a félelem, a remény. Sok-sok érzelem, ami hozzád kötődik. És innentől kezdve, ha nincs projekció, akkor lesz tisztánlátás. Okay. Én körülbelül másfél éve léptem erre az útra, és elmondhatom, hogy gyökeresen megváltozott az életem. És az a kérdésem, hogy a saját életemen tudtam változtatni, és nekem van egy 29 éves fiam, aki most merült abba a sárba, amiből én kijöttem, és nem tudok rajta segíteni. Hogy szeretnél segíteni a 29 éves fiadon, aki már eléggé nagykorú, és a saját sarába merült, nem a tiédbe? Hát mert én vagyok az anyja. Ó, és ebből mi következik? Mástól nem fogad el sok mindent. De tőled sem. Tőlem Jó, sem. akkor nyomd mélyebbre. Már nagyon mélyen van. Még nincs elég mélyen. Egyszer azt mondtad egy beszédetben, hogy vagy az útra lépsz, vagy meghalsz ahhoz nekem jött az életembe az a sok, ami ráterelt az útra. Ez csak ezáltal fogja elérni? Igen. Az a sok, hogy itt a döntés. Az útra lépek, vagy meghalok? Például egy szenvedélybeteg esetében ez a fordított harangörbének az alja. Ez az utolsó pohár, vagy előre fuss. Megissza, meghal, leteszi, elindul fölfelé. Teljesen mindegy, hogy milyen sárban van, most ő azt tanulja. Miért? Mert azt választotta. Mindaddig, amíg nem kér külső segítséget, addig lefelé megy. Ez az ő döntése. És ez nem egy hidegszívű, együttérzés nélküli kijelentés. Ez az, ahogy az emberi lélek működik. Nagyon sok szenvedélybeteget láttam. Családunkban is volt. És aki nem akart meggyógyulni, az meghalt mi volt a hozzáállás, ott állni együttérző távolságban, ami a szeretet kapcsolatnak az a közelsége, hogy te még épp nem sérülsz, vagy csak egy kicsit sérülsz a sártól. És mindig kész vagy segíteni, de nem tukmálod magad rá, és nem győzködöd, és nem akarod jobb útra téríteni, mert akkor téged is behúz a sárba. Tehát nyugodtan tegye a dolgát, és amikor már úgy dönt, hogy elég, akkor azt mondja, hogy anya segíts. Egyébként felnőtt, elmúlt 18, az ő útja, az ő élete. És az anyának az egyik legnagyobb fájdalom az, hogy akit kihordott a szíve alatt, aki 9-9 és fél hónapon keresztül ott volt a méhében, akit megszült, fölnevelt, mindent adott neki, az egy ilyenre képes. És így is el kell tudni engedni. És így is azt kell mondani, hogy szeretlek, fiam, de a te utad. Azért így, második részében a válasznak hat kérdezzek vissza, hol van apuka ebből a képből? Jó, ne, látom az arcodat. Na ő neki kellene ezt jobban megfogni. Valószínűleg nincs ott, vagy nem tudja megfogni. Úgyhogy kell egy olyan férfi személy, aki a fiat szemében autoritás. Nem mondom, hogy apa pótló, mert apát se lehet pótolni, hogy anyát sem. De az a férfi, akire hallgat, és tőle csak az érzelmi energiát szippantja be, és egyáltalán nem hallgat rád. Úgyhogy kell egy férfi, aki az ő tanítója, vezetője, és ha azt elfogadja, akkor a megmentője is lesz. De egyébként enélkül nem fog menni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A szellemi és a fizikai út közötti egyensúlyt hogyan tudom egy kicsit jobban tartani? Úgy, hogy segítesz másokon. Tehát a szellemi útnak a hozadéka az, az az önzetlen segítség, amelyet a világnak tudunk adni. Uh -huh. Ekkor a lényeget megforgatjuk a működésben. A köztes fázis az az igazságlátása. Ha a lényeg tiszta, akkor az igazságot látod, és ez vezérli azt, hogy kinek hogyan segítesz. Nem az elgondolások, nem a vágyak, nem az ambíció. És a szellem és a fizikai között, ha ez nincs meg, nincs meg a segítség, mint az összekötő kapocs, akkor sem a személyes megszabadulás művét nem lehet elvégezni sem pedig a páros család és csoportos karmát nem lehet megtisztítani. Azzal, hogy másnak segítesz, magadnak is segítesz. És hogyha magadon segítesz, akkor úgy segíts, hogy az másoknak is jó legyen. Egy folyamatos szellemi utat próbálok járni már elég régóta, és valahogy a ketrec harc mindig visszaránt a fizikába jobban, mint szeretném. Valójában a szellemi út tesz bele sajnos a ketrecbe. Mennyire vagy egyedül ezen az úton? Eléggé. Ez érződik. És ebből az egyedüllétből kell kijönnöd, mert nem a fizikai világ a ketrec, a tudat határai, amit az elme jelöl ki, az a ketrec. És ezért kell egy olyan tanító, tanítás és tanítványi közösség hármassága neked, amely az utat jelenti, amely a menedéket jelenti. Ez jelenleg nincs meg az életedben. Ez így van. Köszönöm. Szívesen. Az ember sokszor abba a hibába esik, hogy lehet, hogy segíteni szeretne másokon, és ezt már egy kicsit így fanatikusabban csinálja, mint azt, hogy magán segítsem. Mert ugye ez azáltal, hogy segítek valaki, magamon is segítek, de hogy hol az a határ, ami még ugye egészséges, és honnan fogom tudni azt, hogy mi az, ami még, ami még jó a másiknak, hogyha segítek? Nagyon közeli hozzátartozomról van szó. Hogyha csak kedves vagyok, az, az ugye lehet, hogy nem jut el úgy, úgy igazán. Hogyha az ember így tartózkodik, ugye az sem jut. Tehát, hogy ezt hogy lehet leginkább orvosolni úgy, hogy a másik félnek se legyen mm -hmm. rossz, meg, meg ugye én is jól érezzem magam. Ah, ez már ízletesebb. Viszont, vannak olyan karmák, amelyek hozzátartozó függők. Nagyjából minden karma ilyen. Tehát a hozzátartozó identitása nagyon fontos ám ahhoz, hogy helyes választ adjak a kérdésre. Hát igen. Hát igen. Az édesanyámról van szó igazából. Jó Istenem, de nem és, mondani. És, biztos, hogy magával vannak problémái, tehát nem azért olyan velem, nem szeret, vagy egyebe. Csak vannak olyan helyzetek, amikor, amikor nem értem, hogy miért viselkedik velem úgy. Tehát nem, nem adok rá úgy igazán semmilyen okot, mivel hogy segítene? én... segítene? Tessék? Ha megértenéd, az segítene. Biztos, hogy igen, csak nem, nem igazán tudok vele kommunikálni. Hát akkor segítek. A megértés nem segít. Lásd meg, hogy honnan jönnek a szavai, honnan jönnek az érzelmei, honnan jönnek a gondolatai. Ne azt nézd, hogy miért teszi azt, amit tesz. Valójában mi van mögötte. A miért az egy gyermek kérdése. A hogyan az egy felnőtt kérdése. És a mikor az egy öreg kérdése. Tehát nézd azt meg, hogy mi áll az édesanyád karmája mögött. Ne azt kérdezd, hogy miért teszed ezt, hanem azt, hogy most mit érzel, most mit gondolsz, most mit teszel. Látszólag tudja, de nem biztos, hogy tudja. Tehát a mi az sokkal fontosabb, mint a miért. A miértet azt már a ráció oda gyártja. De az, hogy ezek hogyan függenek össze, ez nem az emberi gondolkodás projekciójától függ. Igen, az elmére szükség van, de szolgáljon valami nagyobbat, mint önmaga. Ezért nem kell a miért. A puszta megértés nem segít. Azt nézd meg, hogy mi van a lelkében. Ha úgy érzi, hogy látod a lelkét, ha mered együttérzéssel áthidalni a távolságot, akkor meg fog bízni benned, és újra szeretni fog. Nem onnan van a megoldása, honnan szeretnéd. A racionalitás, az okság, az elemzés, az analízis, ez nyugaton nagyon nagy divat. Oké, okay. mennyire működik? Minél közelebb van a karma, annál nehezebben változtatható. Az intim kapcsolatok, itt családi intimitásról van szó a legnehezebb meló. Hogyan tudod érdemben befolyásolni a magadon elvégzett munkával? És te magadon elvégzed azt a munkát, amit a teházi feladatod ír ki, akkor hirtelen látszólag varázsütésre elindul a változás a másik félben is. Ha nem gyakorolsz, ha nem finomítod ki a látásodat, a jelenlétedet, a figyelmedet, akkor nincs meg az a híd, az az együttérzés, ami pont ezt a racionalitást, ezt az állandó gondolkodást, az állandó projekciót, tételezést, rendszeralkotást, ezt teszi félre. És ezen a hídon aztán a lelkek tudnak találkozni. Ez általában a csendben tud nagyon jól megvalósulni. Nem minden csend jó csend. El kell jutni addig, hogy az a csend az jó csend legyen. Úgyhogy munka van belül, rendkívül éles az elméd, és amikor ebbe érzelmet teszel bele, akkor a világ úgy érzi, egy kardozó, Elképesztő erős pengével. Ezzel óvatosan. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Mit tegyek akkor én is az édesanyámmal, hogyha ő ragaszkodik ahhoz, hogy beszéljen állandóan? Tehát nem, nem tűri a csendet? Uh -huh. De akkor hallgassam őt végig, ne szóljak hozzá, mert ez viszont nem tetszik neki. Tehát jó nekem, a kapcsolatunk. Tehát nincs neked az kapcsolatunk. ez meg az nem tetszik, hogy állandóan nyomja a sólát. Igen. Rendben van. Nyugodtan hallgassd végig, és nem úgy, hogy látszólag félre hanem hallgatod, és ő tudja, hogy hallgat. És akkor egyszer csak visszakérsz, hogy kisfiam, neked nincs valami mondani valód? Vagy miért nem szólsz hozzá? Válaszoljál már, és akkor nyugodtan mondhatod, hogy anya, te betöltöd az egész teret a beszédeddel. Ez megtörtént, meg is értődött. Igen. Az igazság fáj legjobban. Na most ö, édesanyánk iránti együttérzés megtartásával azt kell újra mondanod, hogy anya, nekem ebben nem marad hely, sem idő. Tehát én hallgatlak szívesen, de én csak akkor beszélek, hogy ha te éppen szünetet tartasz. És mihelyt te újra elkezdesz beszélni, én elhallgatok. Én szívesen hallgatlak téged, és ha te is engem, akkor el fogsz hallgatni. Ezt, ezt, ezt meg lehet beszélni. És ez szokatlan. Tudod, mi van ebben? A biztonságérzet hiánya. Tehát azért szoktunk folyamatosan beszélni, mert körülöttünk, hogy az elménkben óriási bizonytalanságok, kétségek, elintézetlenségek, problémák vannak, és az elmegy folyamatos narratívát gyárt, hogy azzal tételezzen, azzal teremtsen valami valóságot, azzal projektáljon valamit, mert alatta ott van a borzalom ott van a félelem, ott van az elintézetlenség. Úgyhogy, ha egyszer, nem tudom hány éves is mennyire nyitotta arra, amit mondasz, de egyszer megkérdezheted, hogy anya, most benned mi beszél? Én hallom a szavaidat, de te látod azt, hogy honnan jönnek? Mi beszél most belőled? És hogyha ezt együttérzően teszed, akkor ugyanaz, mint ez a bizalom, ki tud alakulni, és egy ha, kisfiam, hát ezen még nem is gondolkodtam. És akkor nem tromfoljuk le, pedig jó lenne anyuka, hogyha gondolkodná végre ezen. Nem, 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 nem. Ha valaki a karmikus sebezhetőségét fölfedi, nem gyalogolsz bele. Nem használod ki az alárendelt helyzetét. A meggyengült pozícióból, hogyha fölsegíted, az a legnagyobb dolog a világon. Mondhatja azt, és nem tudom, kisfiam. És akkor, anya, nézzünk rá együtt, fedezzük fel együtt, hogy mi az, ami ezt mondatja velem. A folyamatos beszéd hatalmas energiaveszteség. Mi ez a kényszer? Ha te nem akarsz beszélni, mi az, ami beszél belőled? Hm? Köszönöm. Szívesen. Az utolsó két alkalommal azt hallottuk, hogy tisztítsd az elméd, és aztán tudsz majd segíteni anyukának, illetve az ő kapcsolatuknak. Viszont az első hölgynél, akinek a gyermekével van a probléma, nekem az jött le, hogy ő nem tud segíteni ugyanazzal a technikával, amivel a másik két esetben az anyukával kapcsolatos karmikus dolgok sikerül. Lehet, hogy a fiatalembernél embernél is karmikus? Az összehasonlító elemzés poklában vagy. Uh -huh. Tehát most ott tartunk, hogy válaszokat hasonlítasz össze, ahelyett, hogy a saját kérdésedet föltennéd. Van ilyen? Biztos, hogy van. Keresem az utamat, keresem a helyemet. Hát ebben tudok segíteni. Egy Kiszállunk mások karmájából. Tehát ez Én csak nagyon. Füllelek. Biztos? Igen. Nagyon jó. Ha figyelsz, akkor nem gondolkodsz. De hogyha ennyit gondolkodsz, akkor nem tudsz figyelni, hány ember jár a te családodban uniformisban? Senki. Nagyon jó. Tehát nem uniformizált a család. Nem is szeretnél ilyet akkor miért szeretnéd, hogy uniformizáltak legyenek a válaszaim? Azért, hogy az értelmed nyugalmat lejjen végre. Hát azt itt nem fog. Minden embernek saját gyógyszere van. Ennek a lényege ugyanaz, de a megnyilvánulása emberfüggő és karmafüggő. Itt következetes, racionális, uniformizálható, rendszerszerű válaszokat nem fogsz kapni. És ettől már segítettem az utadat is. Jó utat! Köszönöm! Szívesen! Egyéb kérdés? Én azt szeretném megkérdezni, hogy mit jelent a karma, és mi számít karmának az életemben, életünkben? Az ok és okozat működése az a karma. Hát valamiből valami keletkezik valamilyen okból következik egy okozat. Tehát ami csak látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, már az karma, mert van a látás tárgya, a látás folyamata és a látás tudatossága. Tehát a tárgy, annak az elsajátítása és annak az érzékelése. Szaglás ugyanez pápusztai sajt, jön a kis gáznemű, elmegy a szaglóhámon keresztül az agy tudat részéig, ahol a szagló tudat van, az nagyon pici, nagyon régi, de nagyon jól tud működni, azt mondja, hogy büdös. És tudja, hogy az pápusztai. Tehát a szaglás tárgya, folyamata és tudatossága. Ez már karma. Tehát az ok és okozat működése és ennek az összegyűjtött, kötegelt élménye ez a karma. Na most a karma az, ahogy hallottad, megcímezhető egy névvel. Hogyha szolgálja az én ambícióimat, kitejesedésemet, birtoklási vágyamat, egyéb ösztöneimet, akkor azt jó karmának mondom. Hogyha veszteség, pusztulás, veszély, egyebek akkor azt rossz karmának szokták mondani. Ez egyszerű, önös értelmezés. Viszont ezen az alapon felszoktunk halmozni karmát ismétlés útján. Tehát egy ciklus csinálunk belőle, ha ismétled, akkor a kötődés nagyobb lesz alapesetben. Tehát a karmából kialakul a szokás. A szokásból a személyiségjegy, és a személyiségjegyből pedig az azonosulás. Az azonosulásból pedig az én élmény. Ezáltal megkötöttél olyan karmát, amit te ciklusba rendeztél, ebbe folyamatosan energiát teszel, és ez adja az én élményedet. Alapvető ciklikus karma az evés, az ivás, az alvás és a többi. Szaporodás, műélmények, munka. Az emberi életnek az alapfeltételei nagyon jól láthatók. Ezeket ciklusokba rendezzük, ismételjük, és így kialakul az élet karmája. A halál karmája az ugyanez visszafelé. Vond meg ezeket az ismétlődéseket, vagy ne lélegezzél, légy szíves, öt percig, meghalsz, az biztos. Tehát a karma az az ok és okozat, ennek az ismétlődése, az ebből való azonosulás, és így megjelenik az egyén. Tehát ez itt nem áll meg, ezért szoktuk a páros karmát is említeni. Benned él egy férfi arhetipus, mint pár. Bennem él egy női típus, mint pár, és hogyha ugye ezek így összeállnak, akkor köztük alakul ki az ismétlődés. Éjjel és nappal. Ez a páros karma. Ennek van már nem csak érzékszervi tartalma, hanem gondolati, érzelmi, tettbéli és beszédbeli. Ez a négy nagy csatorna, amin a személyiség közlekedik. Az itt felhalmozott szokások, ismétlődések és azonosulások, ez is karma. Itt minden, ami jelenség, az teremtett. A teremtés művelete az a karma legyártása, és amikor ez a teremtés megszűnik, az a karma kitisztítása. Oké? Okay? Okay. Viszont, és most jön a legjobb rész. Ez megismerhető. És a karma törvénye az a darma. Az a törvény, amely szerint a dolgok megjelennek, maradnak és eltűnnek, amelyről ugye mondtam az indiai mitológiában és vallásban a három nagy istenséget, na ez törvényszerűen megismerhető. És akkor eldöntöd azt, hogy mit ismételsz meg, és mit nem. Mi az, amit megteremtesz, mi az, amit megtartasz, és mi az, amit eltörölsz. Mondjuk ez nagyon fontos, például a szokások szintjén. A szokásaid is mind karmák. Oké? Okay? Az átlátatlan karma olyan szokás, hogy te nem látod, de a másik mindig észreveszi rajtad. És állandóan veri az asztalt, rázza is hogy már megint mit csináltál? Mű, én? Én nem csináltam semmit. Akkor ez itt micsoda? Rajta van az új lenyomatod. Tényleg? Hát ezt mégis én csináltam. Na, ekkor észrevetted. De ezt jóval előbb belül már a mentális indítékok szintjén észre kéne venni, hogy miért teszed azt, amit teszel. És ez az okság, ez nem pusztán intellektuális, racionális dolog. Mi nagyon paradox lények vagyunk, ezt szerintem már mindenki tapasztalta. Olyan ellentéteket hordozunk magunkban, hogy győzzünk fölébredni belőlük. Fordítva, hogyha nem lennénk ennyire paradoxon hívők és ellentéteket hordozó lények, akkor nem ébrednénk fel. Akkor jó kis robotként ott ülnénk a kis rendszerünkben, input, output, folyamat, kész vége. De nem, az ember egy gyönyörű paradox lény. Például öröklétre vágyik benne valami, de tudja, hogy meg fog halni. Tökéletességet akar, de tudja, hogy tökéletlen. Szabadságot akar, de közben imád kötődni, mert anélkül magányos. Na, mondjam még, nem mondom, házi feladat, nézd meg magadban az ellentéteket, és köszönd meg, hogy ott vannak, aztán indul a újratervezés, hogy milyen ellentéteket szeretnék, mert vannak olyan ellentétek, amik nagyon pusztítóak és nagyon terméketlenek, és nagyon hiába valóak. Tehát milyen paradoxonokat szeretnél? Futtasd ki hangra? a legmagasabb szintű paradox, az élet és halál meghaladása. Tehát az a legnagyobb paradox, hogy benned van a teremtő és a teremtett egyszerre. Hogy ezt mi teremtjük, és mi is szenvedjük el. Miért? Megint ne valami szentséges, általános indokot akarj, az nincs. Az nincs. Ha lenne, akkor már kiosztottuk volna, keménykötésbe és tanult meg. Mindenki mást mond. Tehát ennek az oka nem szóbeli. Nem fogod megtalálni valahol az őskorban, régmúltban, és nem fogod a jövőt lepapírozni előre. Ez nincs. Tehát a teremtő és teremtett egyidejű jelenléte bennünk, ez a legnagyobb paradoxon az, hogy élünk, meghalunk és bevállaltuk, úgyhogy szenvedünk közben, de boldogok is leszünk, ez is egy gyönyörű paradoxon. Ez közvetlenül lóhosszal van csak mögötte. Nyugodtan merd ezeket meglátni. Ne akart, hogy a logika lesarabolja a valóságodat. És hogyha a lélek teljességét látod, akkor már végre őszinte vagy. Akkor már végre látod magadat úgy a személyiség szintjén, ahogy vagy. És ebből lehet aztán továbbindulni. Hogy nem mondták meg, hogy benned ez a jó, meg benned ez a rossz. Igen. Mikor. A tégla az jó vagy rossz. Ha a házadat építed vele, jó, ha bedobják vele az ablakodat, akkor rossz. Nézd meg! Tehát ez eredetileg a jelenségek üresség természete. A tégla nem tudja, hogy tégla, azt te tudod. Aztán, hogy jó vagy rossz, azt a használata dönti el. A kés ugyanez. Az uborkát vágod el vele, vagy az újadat. A késnek mindegy, neked nem mindegy. ezek alaptanítások, és bizony a lélek mélyén ott van a, a, az izzó megoldatlanság. Na, az fog a felébredés felé vinni. Ugye ennek a létezésnek van törvénye, ez a darma. Ha ezt megismered, helyesen tudod vezérelni a karmát. Ha csak látod, 50%. Ha meghaladod, újabb lépés. De ha uralod és helyesen használod, akkor értél végig az enkörön. Itt nyugaton a karmát sorsként szoktuk apostrofálni. Nem tehettem mást. Nem mondhattam mást, mert ez a te karmád, meg az enyém. Na, ez az, amikor eldobtuk a lasztit, nem vagyunk hajlandóak felelősséget vállalni, ezért a szabadságunkat is rövid úton elveszítjük, azt hisszük, hogy mások miatt vagyunk olyanok, amilyenek, és ezért nekünk ez a sorsunk. Hát ez azt jelenti, hogy a teremtő képességedet ledaráltad egy pillanat alatt a téves nézetek darálóján, és nagyon-nagyon nagy munka visszaszedni az önbizalmat, visszaszedni a helyes önképet, visszaszedni a helyes világképet. És ehhez kell a téves nézeteket félretenni, hogy ne sorsod legyen, hanem utad. Honnan látod a különbséget? Onnan, hogyha döntesz, ha választasz, ha tudatosan élsz, akkor van utad. Ha azt hiszed, hogy sorsod van, akkor lefokoztad magad, és előbb-utóbb egy gép lesz belőled. Ha hagyod, hogy mások géppé fokozzanak le, ugyanolyan hiba mert mások döntenek helyetted, mások látnak a szemeddel, mások gondolkodnak a fejeddel, mások éreznek a szíveddel úgy, hogy te ezt kikapcsoltad. Miért? Mert kényelmes. Mert nincs rajta felelősség, nincs rajta felébredés, csak éppen követed a rendet. Nyomod az entereket, klikkantod az egeret, és jó polgár vagy. Ez kell. Úgyhogy a belső kérdés, az úton járás, a tudatosság emelése a legnagyobb változás, amit magadban előidézhetsz. És ennek következtében a világban való legradikálisabb változás az a tiéd. Az a te belső utad. Ne kívül keresd a megoldást. Ha belül megvan, kívül is megjelenik. Úgyhogy az átlátatlan karma az a sors. Az átlátott karma az az út. Döntsd el, hogy melyikkel. Szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Mi a különbség a sodródás és a vezetettség között? Óriási. Voltál már hajó túrán? Igen. Igen. A sodródás az az, hogy a kormányos így leteszi a lasztit, és az történik, amit éppen a folyó akar. Rosszul kérdeztem. Dehogy nem. Olyan jól kérdezted. Gyönyörű volt a kérdésed. Amikor már utána gondolsz, na az a baj, akkor már ottan cizellálunk, meg gatjuk meg mindent. Ez így volt jó, ahogy van. A vezetettség az, és most jön a legfontosabb része, hogy a kormányos ott van, de nem veszed észre. A kormányos nem akarja az egészet megváltoztatni, csak egyenesben tartja a hajót, hogy ne boruljon föl, ne essen ki belőle senki, ne süllyedjen el. A taoizmusban van ugye nagyon sok irat, de a Tao Te Kingre szoktunk nagyon sokat hivatkozni. Itt azért hat köszönjük meg egy kollektíve Vörös Sándor fordítását. Nagyon sok más magyar fordítás van, de amit ő lerakott az asztalra, az páratlan. És ott van egy, azt hiszem a második részben, hogy az igazi vezető az, akit nem vesznek észre. A második, a sorban az, akitől félnek. A harmadik az, akit szeretnek. És a legrosszabb az, akit megvetnek. Tehát, hogyha a kormányos nem vevődik észre, akkor nagyon jó kormányoz. Hogyha teszi a dolgát, de mindenki fél tőle, akkor lehet, hogy célba ér, de a félelem ott van. Hogyha úgy kormányoz, hogy közben őt szeretik és tapsolnak neki, akkor gyanakodj, mert akkor saját magának dolgozik. És hogyha olyan bűn rossz, hogy csak megvetni lehet, akkor mindenki veszélyben van. Élet és halál körforgásában. Ugye a személyiségünket, az egónkat, az a mai énünket nem tudjuk magunkkal vinni. Mi az, ami tovább megy? Mi az, ami idejött? Hát ezt sem tudom. Az nagyon jó. Én a nem tudomra szavazok. Tudom? Te a nem tudodra szavazok. Én a nem tudomra szavazok, mert a nem tudom meg fogja mutatni, hogy mi az, ami idejött, és mi az, ami tovább megy. Ha ugyanaz jön ide, és ugyanaz megy tovább, hiba. Igen. Ha más jön ide, és más megy tovább, az is hiba. Téged kérdezlek. Az ego és a személyiség azonos vagy különböző? Ö, azt hiszem, hogy különböző. Én, legalább, én legalábbis. Hát, amikor különböző. egy jó napod van. <laughs> jó, rendben van. Tehát, ha meg tudod különböztetni a személyiséget és az egoitást, az nagyon jó. De néha nem, néha úgy ránk ég a saját karmánk, olyan téves nézetgyűjteményünk van, olyan módon tudunk a saját dühünkben hinni, és olyan módon akarjuk elsajátítani azt, ami nekünk kell. Tehát akkor az ego és a személyiség úgy össze van nőve, képzeld el, hogy egy sejt titániumhártyát fejleszt magára. Ez az egoitás. A normál sejt ott van a kálium-nátrium pumpa, kérem szépen, és egy komoly kölcsönhatása a környezettel, és a sejt látja a többi sejtet kémiai szinten. Onnan áll meg, hogy ennek az újnak itt van vége. Most gondold el, hogy ez a sejt nem tudná, hogy itt be kell kanyarodni. Hát akkor menne tovább az újad. Ott van az info, hogy ennyi elég. Ez kölcsönhatáson múlik, relativitáson múlik. Tehát ha a személyiség abszolútnak gondolja magát bármilyen mértékben, az az egoitás. Ha a saját relativitását fölismerte, az a normalitás. Igen. Okay? Nézd meg, amit abszolútnak gondolsz magadban, ott van az egó problémád. Ott nem vagy képes változni. Oké? Okay? Köszönöm. Nagyon szívesen. Ja, a mai világban nagyon felkapott dolgok, ez a fekete mágia, voodoo, Ilyen átok, olyan kötés és egyéb dolgok, és az én kérdésem az, az lenne, hogy ezzel érdemes foglalkozni, -e? tehát van mögötte valami, vagy ez. Igazából... Hogy ne lenne mögötte valami? Elég sok Ilyen. minden van mögötte. A kérdés az, hogy te mit szeretnél? Én az, hogy nem hat rám, tehát nem foglalkozom vele. De ettől függetlenül. Ettől függetlenül mi? Hogy Az ettől függetlenül, hogy akkor nem működnek. Tehát, hogy én nem bíztek benne... Az akkor... nem igaz, hogy nem működik. Na akkor a kérdés az, hogy működnek-e? Hát van ilyen, hogy ilyen támadásban van valaki amolyan hatás alatt. És... Az igazi kérdés az, hogy te szeretnéd-e, hogy működjön, hát vagy én nem sem? Nem, szeretném. Akkor hozd magad olyan állapotba, hogy ne jelenjen meg senkinek a radar aki ilyennel foglalkozik. Okay. És hogyha megjelennél, akkor gyorsan tűnj el onnan. Uh -huh. Tehát nincs, nincs nyereség. Tehát ezeket az erőket az egyén nem tudja legyőzni csak távolságot lehet tartani. És a távolság az úgy valósul meg, hogy te benned nincs egy olyan ego felület, ami a céltáblája ennek. Nézd meg, hogy Krisztusunkat az a nagy szellem mivel kísértette meg. Ez egyik volt a mindenhatóság. A másik pedig az, hogy nyugodtan zuhaj le, majd én föltámasztalak, stb. Tehát általában amit akarsz, ami a vágynak a tárgya, vagy ami a, amit nem akarsz, és így a haragnak a tárgya, azon keresztül tud megfogni ez. Hogyha te teljesen tiszta tudattal, hétköznapi normális hozzáállással ott vagy, akkor nincs a tudatodban egy olyan rés, amin keresztül ez bejöhet, magyarul nincs egy olyan hívás benned, amitől ők a te vendégeid válnak. És ezzel a vendégséggel sem lenne átmenetileg baj, csak azon nyomban a gazda szerepet át akarják venni. És itt van a probléma. Tehát nézzük meg ezt a fekete, meg fehér, meg vörös. Ezt hagyjuk, tehát ez egy ilyen óvodai foglalkozás. Igazából az van, hogy megszabadulás irányú, vagy megkötés irányú a praxis. Hogyha megszabadulás irányú, az szükségszerűen éntelen, önzetlen, egy évváló, és innentől kezdve együttérzés és bölcsesség van benne. Ez az attribútum. Ha megkötés irányú, az egyre erősebb ént produkál, egyre erősebb karmát teremt, egyre több névvel és formával ruház fel, gazdag leszel, meg ilyenek, meg szép, meg hasonló. És a lényeg az, hogy amikor az énség még jobban megerősödik, és elhiszi ezt az önképét, az lesz a manipuláció tárgya. Na, ha ilyet veszel észre, nem kezd elnevezni semmilyen ilyen nagyon-nagyon erős névvel. Miért? Mert ez a nagyon erős elnevezés már a valóságot eltorzítja. Már nem úgy látod, ahogy működik, hanem hogy a te félelembeli projekciódot láttatja veled egy csúnya viharos estén. Ugye? Tehát megkötés irányú, vagy megszabadulás irányú. Növeli a tudattárgyát, vagy csökkenti. Erősebb önkép lesz, vagy gyöngébb. Jobban tudsz tőle kapcsolódni másokhoz, vagy kevésbé. Növeli a konfliktusokat, vagy csökkenti? Növeli a tudat fényét, vagy pedig a sötétségét? Tehát ezek objektív, nagyon jól tapasztalható dolgok. Miért? Nincs a fekete mágiára ráírva, hogy fekete mágia. Nem tudod, hogy pontosan mi az, amíg a működését meg nem tapasztaltad. Nagyon sok gyönyörűen elnevezett, jó frizurájú és jól öltözött irányzat megkötés irányú. Tehát megköt nem szabadít. El kell döntened, hogyha valaki kötődni akar, akkor kötődjön, semmi gond. Nézze meg a tudatállapotát, ezt akarja, akkor fölveszi. Ha valaki megszabadulás irányul, attól nem lesz könnyebb. De te megszabadulsz. És ezzel mások is. És ezt a megszabadulást vissza lehet forgatni mások segítésére, mondjuk a felébredés felé vezető úton. Ergo, ha van egy olyan irányzat vagy iskola, amelyikből a felébredést teljesen kivették, az biztos, hogy nem megszabadulás irányú. Oké, okay, tehát ezeket nagyon jól lehet látni, nagyon egyszerűen, mindenféle ilyen hatalmas kategorizálás vagy egyéb projekció nélkül, és nem mondok ítéletet a kérdésed fölött, és így rajtad sem. Csak egyszerűen, tisztán tessék ezeket látni, és felvenni a helyes irányt. Miért? Mert ha felvettél egy irányt, azokkal fogsz találkozni, akik egy veled mennek, kettő, akik szembe jönnek. De akik más irányba mennek, azokkal nem. Oké? Okay? Igen, köszönöm. Szívesen. Elképzelünk egy templomot, egy pap ugye mondja a litániát, és ugyanaz a litánia az egyik hívőbe ütfölszabadítja valamilyen formában, a másik hívőt pedig megköti. Hm. Tehát itt hol, hol van elcsúszni, és mi van elcsúszni? Pajcsang ma? zemmestert szeretném neked idézni. Tang dinasztia fantasztikus tanítója, így mostani időszakunk, mínusz 1200 év. Ha kígyó issza meg a vizet, abból méreg lesz. Ha tehén issza meg a vizet, abból tej. Tehát jó, fa, jó, 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 jó gyümölcsöt meg rossz gyümölcsöt? Vagy lehet így is fogalmazni, de az embert nem venném ki ebből a hasonlatból, mert a teszűrőiden keresztül válik az a tanítás valami vé. Tehát mindenkinek más Isten képe van. Erről a teológusok néha vitatkoznak. Néha könyveket írnak, de nem maradnak munkanélkül, az látszik. Viszont akiknek Isten élménye van, azok nem vitatkoznak. Azok ösztönösen megtalálják egymást. És meg tudnak maradni az Úr csendjében és nem pedig a különböző könyvek szavain vitatkoznak. Úgyhogy amikor a, az elme interpretál, szűr, újraértelmez, akkor valamivé formálja azt az ige helyet, amit éppen idéztek. De a csendet, azt nem lehet újraformálni mássá, mint önmagává. A meditáció, mint művelet, nem interpretáció tárgya. Minél jobban látod a karmádat, annál nyugodtabb vagy belül. És minél nyugodtabb vagy, annál jobban látod a karmádat. Tehát az egyik szó a másik ember elméjében nagyon más eredményt fog létrehozni, mint a vele szemben ülő ember elméjében. És ezzel együtt kell tudni élni. Azért ezért beszél keveset, csak én vagyok szószátjár. Miért? Mert igénylitek. Magyarul, ha itt a magyar kultúrában nem rakjuk le a kognitív alapjait a tanításnak, senki nem fogja megérteni, hogy ez miért kell. Csak azt hiszik, hogy valami egzotikus koreai mozdulat történt, de nem tud kapcsolódni hozzá. Tehát ez az ütés benned, most milyen gondolatot hozott föl? Na, az te vagy. Az a te karmád, a te gondolati reakciód, az elméd. A bot nem mondta el neked azt, amit most gondoltál. De egy kicsit felébresztett rá. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Az én kérdésem a meditációhoz kapcsolódna. Ugye, amikor elkezdtem ezzel foglalatoskodni, akkor elég nehéz volt, sok gondolat jön, megy át az emberen, és, és ott ragad, és nehéz úgy engedni, hogy tovább menjen. Viszont aztán ez egy kicsit kezdett letisztulni, nincsenek képek, nincsenek hangok, viszont vannak színek, és uh, igazából a többi így elmaradt, és maradtak a színek, és arra lennék kíváncsi, hogy ez mit jelenthet pontosan, vagy ez egy folyamat, vagy, vagy még mindig ugyanott topzódok. Te nem topzódsz, te egy kicsit szomorú vagy. Nem kicsit. Nézd meg, hogy ennek a néha melankóliának, néha pedig mély szomorúságnak mi a gyökere. Erre tekints rá. Ne hagyd, hogy reménytelenség legyen belőle. Nem. Oké? Okay? Köszönöm. Ó, hát még nem végeztünk. De semmi van. A meditációban nagyon sok minden megjelenik és eltűnik, de a makacsabb karmák azok állandónak tűnnek, és nem azok. Ez a jó hír. De az nagyon stabilan és világosan kell gyakorolni ahhoz, hogy ezektől a karmáktól meg tudj szabadulni. És itt tessék a családból néha kicsit kilépni. Úgyhogy visszamész. De adj magadnak időt, hogy ne azt a karmát tapasztald, ami ott van a családban. És akkor le tudsz tisztulni, és meg tudsz erősödni. Miért? A világ senkivel nem bánik jól vagy rosszul. De mi magunk bánunk magunkkal jól vagy rosszul, és ezt a világ leveri rajtunk. Nagyon keményen. Na most ne tessék áldozatnak lenni. Miért? Miért? Mert ez létrehoz egy elkövetőt bevonza a külső elkövetőt. Miután eleget volt áldozat az ember, azt mondja, hogy köszönöm szépen, elég volt, de nem tud megmaradni a sem elkövető, sem áldozat állapotában, hanem rögtön elkövetővé válik. És ez a revans, a bosszú, most én jövök, most nekem már följebb, és mind a kettő hiba. Amikor az elkövető már eleget követett el, akkor kialakul a bűntudat. És a bűntudat lefokozza az elkövetőt, szép lassan egy újabb áldozattá. És amikor már elég volt az áldozatiságból, egy újabb elkövetőség lesz, és ez így megy szépen, körbe, körbe, körbe. És ezt meg kell állítani, hogy sem elkövető, sem áldozat. És itt most ez számodra egy másodrendű probléma, az első az érzelmi. Ebből kell tudni kijönni, hogy ne válj áldozattá, vagy ne annyira, mint amennyire lehetnél. A meditáció tehát neked egy erősebb tantján, szilárdabb jelenlét, kevesebb azonosulás az érzelmekkel. Az, hogy közben milyen színeket látsz, az huszadlagos. Jó? Köszönöm. Szívesen. Voltam körülbelül fél évvel ezelőtt egy csendelvonuláson. Nálunk? És, ö, nem. Gondoltam. Ö, nem. Nem, egy jogatáborral összekötött csend elvonulás volt, de ezen jellegű. És ezt hozzá kell tenni, hogy én rengeteget beszélek úgy a magánéletben, a szakmámból kifolyólag és a családban is, és ez nekem egy ilyen kihívás volt, mikor jelentkeztem erre a táborra, és hát három nap volt, de úgy gondolom, hogy az életemben egy nagyon nagy befolyásoló tényező volt. Egyébként ugye a zennel igazából részletesen is milyen nem ismerkedtem még meg, annyira, de tehát ebben a három napban rengeteget gondolkoztam. És hát ez is volt a lényege egyébként, hogy ugye saját gondolatainkkal legyünk. Nem ismertünk senkit, és nem is beszélhettünk ugye senkivel, még a nevüket sem tudtuk a szobatársainknak sem. És hát van egy én képem, egy önképem magamról természetesen. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy a tábor végén, az utolsó körben, ugye akkor kezdtünk el beszélgetni, és mindenki az érzéseit elmondta, és körülbelül 5-6 ember volt olyan, akivel tehát még szemkontaktot sem tartottunk, de ettől függetlenül odajöttek hozzám, átöleltek, és azt mondták, hogy örülnek, hogy megismertek, de igazából nem beszéltünk még egy szót sem. Az a jó, te tehát én képzeld, úgy gondolom, ha mégis, ha kinyitják a szájukat, olyan illúzióvesztés van. Hú. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez az önképnek és az önvalónak lehet az együttese, hogy ez látszott, vagy... Egyszerűbb. Nincs önkép, mert nem beszél. És hogyha tényleg transzcendens a tábor szellemi vezérfonala, akkor lehet ilyet. Hát azért tudnék erről mesélni. Nekem az első 90 naposon volt ilyen, ahol tényleg nem beszéltünk, még a szobatársakkal sem. Munkaperiódusban pár funkcionális szó az eshetett, de ott se sztorisztál, és nem mondtad el a saját személyes narratívánat. Hát amikor te a közös jelenlétben a pillanatban ténylegesen egy év válsz a másik emberrel, és ő is veled, úgyhogy nincs beszélgetés, nincs szemkontantus, nincs érintés, semmi ilyesmi nincs. Csak a tudat szintjén, akkor úgy érzed, 90 nap után ez, volt, hogy jobban ismerem őket, mint bárkit, akit Magyarországon hátrahagytam. Nekem az első 90 napos az külföldön volt. És ez az azért van, mert az elmének a torzító tényezője, az az állandó gondolkodás, meg beszélgetés, meg minden, az nincs. És kibírjuk egymás jelenlétét. És egymás jelenlétéből következik az az info, ami átmegy egyik helyről a másikra, de mivel nem gondolkodsz róla, nem tudod elgondolni, nem tudod megfogalmazni, ezért csont nélkül, szűrés nélkül átjön az egész, úgy, ahogy van. Miért? Mert a gondolataid nem szűrték, nem szabdalták fel az érzelmeid, nem polarizálták, a beszéded nem fogalmazta jobbra-balra, nem volt elemzés, semmi nem volt. Csak a másik ember. Csak a tér. Tehát a tér nem hazudik, az ember néha. És nagyon sokszor volt úgy, hogy egy ilyen után a körbeszélgetésnél, legyen az egy tíz napos, vagy egy 90 napos, megszólalt, és mondom, uram, de jó, hogy nem nyitottak ki eddig a száját. Te! Ugyanis amit te hiszel, vagy elgondolsz, meg minden, na az akkor teljes kuka. Úgy, ahogy van szemétbe az összes projekció elgondolással, mert amit az elméd rögtön mond a másikról a beszéd nyomán, az az elvonulás alatt tökéletes ellentétére tudod fordulni. Hihetetlen. Na, amikor lefoszlik a fix én kéreg, akkor megismered a másikat valójában úgy, ahogy van. Én úgy gondolom, hogy saját magammal szemben is egy nagyon pozitív dolog volt. Ez én, én mindenkinek tudtam, ajánlani. ez rendben van, de nálunk azért van csend, hogy ne is gondolkodj. Az egy nehezebb történet. De nálunk is pőle, a középhaladó és a haladó elvonulások azok csendesek. Az entábor és az egynapos zen miért nem csendes? Mert úgyse tartanátok be. Azért, tehát az emberek nagyon szeretnek beszélni, mert állandóan ezzel az énjüket tudják kommunikálni. Én ezt gondolom, én ezt érzem, én ezt akarom, és a többi, és a többi. Mindez nincs, amikor elvágtad a beszédet, elvágtad a duális gondolkodást, nem táplálsz érzelmeket, és napi nyolc órán keresztül ülsz mozdulatlanul, hogy mozdulatlan test, mozdulatlan elme, mozdulatlan energia, és ekkora tükröd eszméletlen tiszta lesz. Mozdulatlan, világos, és mindent föl tudsz vele fogni, amíg ez a mozdulatlanság megvan. Aztán visszalépsz a minden nap életbe, csak akkor jó, összetörik, beszennyeződik, és akkor megint újra. És ha már eleget gyakoroltál, akkor megmarad a mozdulatlan tükör, és a mozduló, keletkező és megszűnő dolgokat is nagyon jól látod, magyarul tudsz minden nap életet élni. Én kívánom azt, hogy mindannyian tapasztaljuk meg a nem mozdulót, az eredetit, a tisztát, amely nem tér és nem idő, de mégis ebben a pillanatban foghatjuk csak föl. És ez a nem mozduló, nevezhetjük igazi önvalónknak, de mindegy, hogy minek nevezed. Ez a nem mozduló a menedék, ezt mindig megtalálhatod magadban. Ez mentes mindentől. Mégis ebben van az alfa és az omega, ha ez megvan, akkor viseld el a mozdulót, viseld el a karmát, viseld el a másik embert, viseld el a családodat, és akkor működj együtt, és akkor a mozduló és a nem mozduló egységéből alakul ki az élet és halál élménye. Ha ezt tudatosan járjuk, felébredhetünk, és segíthetünk minden lénynek. Én ezt kívánom szívből mindannyiunknak ma este. Köszönöm a figyelmet.